Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A Híd Építő ZRT, a társadalmi szerepvállalás elkötelezettje. Üdvözlöm Önöket, Tamás Anita vagyok. Minden családban vannak gondok, de mindenki másképp kezeli őket. A világos család nem egy és nem is könnyű problémákkal küzd nap mint nap. Mégis pozitívan gondolkodnak, és nevetéssel telnek a hétköznapok. Erzsi és János arra tették fel az életüket, hogy a két gyerekük életéért harcoljanak. Mindezt pedig úgy teszik, hogy közben az apró örömökről sem feledkeznek meg. Veszprém megye egyik községében vagyunk. Ebben a házban egy család éli mindennapjait. A szülőknek két gyermekük született. Lányuk nem sokára összeköltözik a szerelmével, fiúk pedig tehetségét kamatoztatja. Zenét szerez és játékokat tervez. Első hallásra ezekben nincs is semmi rendkívüli. De ismerjük meg őket közelebbről is. Ezeket a gépeket, ezeket mind visszük magunkkal, ha kimozdulunk itthonról, a kirándulások alkalmával, váladékszívóval túlkészülünk, és a lélegeztetőgép, ami nagyon fontos, amit hál' Istennek az apuka kitalált, hogy hogyan erősítsük a kerekes székre. Lélegeztetőgép, kerekes szék, gyógyászati segédeszközök, és még számos olyan tárgy található a házban, ami a család számára nélkülözhetetlen. Erzsébet 28 évvel ezelőtt még nem is sejtette, hogy ezek közül a legtöbbet majd napi szinten kell használnia. De vajon mitől különbözik az életük másoktól? Néhány régi fotón még boldog arcokat láthatunk. Ám a befejezetlen fényképalbum mégis arról árulkodik, hogy valami történt a család életében. Ezt az albumot már sok-sok évvel ezelőtt kezdtem el csinálni, hogy időre is sorrendbe rakom a családi fotókat, de aztán minél több nehéz dolog történt velünk, annál fájdalmasabb volt a képek nézegetése. Ugye néhány oldalig jutottam csak el, egészen konkrétan addig tart az album, amíg Gáborról is kiderült a betegség. Onnan tovább nem volt. Az egész akkor kezdődött, mikor elsőszülött lánya, Gerda megszületett. Egy éves kora után vették észre az első jeleket. Gerda ugyanis megállt a fejlődésben. Mire elkezdték a kivizsgálásokat, addigra Erzsi már terhes volt második gyermekével, Gáborral. El se tudta képzelni, mi lehetett a baj. Aztán kisfia születése után tudatták vele az eredményeket. Pont a szülészeten, a Gábor születésekor kaptuk a hírt én telefonon, hogy annyit megtudtak a vizsgálatokból, hogy rossz indulatú izomsorvadás, tehát hogy romlani fog az állapota. De ugye ennél többet akkor még nem tudtunk, hogy ez konkrétan mivel jár, és Gábornál minden, tehát föl sem merült, hogy Gábor beteg. Szóba se jött még, se az se, hogy genetikai betegség, hogy örökletes, semmi ilyesmi szóba se került akkor még. Tehát abban a hitben voltunk, hogy Gábor szuper erős kis fiú. Az egyik rossz hírt követte a másik.
Kiderült, hogy Gerda nem csak, hogy nem fog tudni járni, hanem az se volt biztos, hogy megéli a 4 éves kort. Ráadásul testvére ugyanúgy örökölte a betegséget. Egy vizsgálat aztán kimutatta, hogy mindkét szülő olyan hibás géneket ad át, hogy minden további gyermekük örökölheti a betegséget. Ráadásul egyre súlyosabb állapotban születhet. Wernicke-Hoffmann-szindróma, azaz egy gerinc eredetű izomsorvadás. Egyes feljegyzések szerint 100 000 emberből 6-10 lehet érintett. Ez a betegség gyógyíthatatlan. Belejárója a fokozatos izomelhalás, idővel pedig a teljes mozgásképtelenség. Erzsi és férje János mindig egy újabb célt tűzött ki maga elé. Először azt, hogy gyerekeik túléljék a 4. születésnapjukat. Majd azután jött egy újabb remény. Az orvosok azt mondták, ha nem kapnak tüdőgyulladást, és nem gyengíti le őket újabb betegség, akkor tovább is kitolódhat az életkoruk. Ez ismét erőt adott nekik. Ám később bekövetkezett az, amitől a legjobban féltek. Sajnos jött egy új korszak az életünkbe. Gábor a 3. születésnapja előtt tüdőgyulladást kapott. Most nem fogom tudni folytatni. A gyerekek felváltva lettek betegek. Hol az egyikük, hol a másikuk életéért kellett harcolni. Gábor szervezete volt a gyengébb, és ő volt többször életveszélyben. Éjjel felváltva aludtunk, 2-2 óránként váltottuk egymást, és ébrezgetni kellett sokszor, mert hát majdnem, hogy azzal telt a 2 óra, amíg ébren voltam, hogy azt számoltam, hogy hány percenként, vagy hány másodpercenként vesz levegőt. 45-nél már szóltam neki, hogy Gábor, ébresztő. Gábor tüdeje már nem bírta tovább. Kórházba kellett vinni, és ott már egyértelmű volt, hogy lélegeztetőgépre lesz szüksége. Ott történt az, hogy Gábor tüdejét elzárta a váladék, és nem kapott levegőt, tehát képtelen volt levegőt venni. Tehát láttuk a gyerekünket kékülni és gyakorlatilag haldokolni. Bár az orvosok csak pár évet jósoltak a gyerekeknek, a tüdőgyulladásokból és fertőzésekből kigyógyultak. Sőt, azóta felnőttek. Gerda 28 éves, egy határozott és életvidám nő lett belőle. Folyamatosan képzi magát, és otthonról dolgozik. Ugyancsak kerekesszékkel tud közlekedni, de ez nem zavarja a mindennapokban. Gábor viszont már régóta ágyhoz van kötve. 2007 óta van lélegeztetőgépen. Ő most 26 éves. A keze már nem mozog. Csak egyetlen egy gombot tud nyomni az egéren, amit a hasával mozgat. Ennek ellenére zenét szerez, és videójátékokat tervez. A szülők mindent elkövettek, hogy mind a négyen együtt lehessenek. Ez nem volt könnyű feladat. Mikor Gábor lélegeztetőre került, a szülőknek meg kellett tanulniuk kezelni a gépet. Gábort ugyanis csak így hozhatták haza a kórházból. 3,5 hónapig ott laktunk benne a kórházban, és éjjel-nappal fenn voltunk. Csak fülödni álltunk haza, meg a Gerda elrendezni. Ott aludtunk benne. Kaptunk egy külön kórtermet, amikor már kikerülhetett az intenzívre, és akkor ott csináltunk mindent. És mindent nekünk kellett csinálni. János és Erzsi mindent megtett, hogy gyerekeik ne csak túléljék a betegséget, de élvezni is tudják az életet. Csak is a gyógyulásra koncentráltak. Tanfolyamokat végeztek, gyógynövényekkel és mindenféle terápiával próbálták szinten tartani mindkét gyermekük állapotát. Amióta kiderült a betegségük, közel 30 éven át a nap 24 órájában minden egyes percet a gyerekekkel töltenek. Fárasztónak hangzik? Az is. Mégse látszik rajtuk. Mindig tudnak mosolyogni és viccelődni. János elmondása szerint ők így élik az életüket. Humor. Ha most egész nap sírnék, attól nem lenne jó. Attól a gyerekeknek se lenne jó.
ha nem tudnánk már nevetni, akkor mit ér az egész? Elég nehéz az élet. Hogyha nem humorral állunk neki, akkor nincs értelme. Gerda még el tudja látni magát, de Gábor mellett mindig ott kell lenni. Akkor is, ha valami baj van, ha éhes, ha szomjas, vagy ha épp viszket valamilyen. Természetesen megvan a napi rutin. Délelőtt 11 óra, mire Jánosék megfürdetik őket. Az étkezés sem egyszerű, hisz Gábornál akár 2 órát is igénybe vehet. A Gábornál ugye ott csak egy pólót levenni, pizsamát fölvenni, nem egy egyszerű, ott a cső a nyakába. És akkor jövünk mi. Akkor egy kicsit lazíthatunk, már úgy értve, elmehetünk fürödni, sajnos dohányzunk, elszívunk egy cigarettát, ez úgy eltart körülbelül éjfélig, negyed egyig, és utána fekszünk le. De mielőtt lefekszünk, még a Gábort még egyszer el kell rendezni, mert helyzetéből adódólag megigazítani még egyszer minden porcikáját, még egyszer szívni a tubust, és akkor na ezért kell délután egy kis pihenőmmel. Ám még a lefekvésnél sem mennek messzire. Erzsi és János ugyanis ezen a kihúzható kanapén alszanak. Így mind a négyen egy szobában vannak, még éjjel is. Hát ha az egyik gyereknek szüksége lenne valamire. Mióta nem pihentem ki magam? Hány éves is vagy? Régóta. Maradjunk ennyiben. Nagyon régóta. Gerda és Gábor tele vannak célokkal és tervekkel. Gerda például szeretne a tetőtéren összeköltözni párjával, akit 10 éve ismert meg. Csak hogy több akadályba is ütköztek. Nem volt pénzük kialakítani egy külön lakrészt, és a rámpát, valamint az emelőt is valahogy meg kellett oldani. Szerencsére több segítő is anyagi támogatást ajánlott fel, János pedig kitalálta, Gerda hogyan tudjon majd kényelmesen közlekedni. Bár az összeköltözéshez még sok mindenre szükségük lenne, de Gerda nagyon bizakodó. Szóval ez a tetőtér, ez lesz a mi birodalmunk a párommal. Itt már ki tudtuk rakni a könyveim, mert egy könyves polcunk is van. János most épp a számítógépezéshez igazítja el Gábor kezeit. Ez akár 20 percig is eltart, mire megtalálják a megfelelő testtartást. Ha kész, Gábor utána már órákig tudja használni a gépet. Folyamatosan mondja, hogy emeld meg, tedd jobbra, tedd balra, bokám, lábfejem, még egyszer, az a legsűrűbb, hogy még egyszer, még egyszer, még egyszer. De ez nem csak a lábán, van itt a kezénél ugyanúgy. És itt azért gondolom milliméterek is számítanak nagyon. Nem, itt 100 milliméterek is számítanak. Ha nem jó van, akkor kényelmetlen neki, és az úgy nem jó. Nem csak kényelmetlen, hanem fáj. Ezt naponta 3-4-szer megcsináljuk. A legrosszabb, amikor éjfélkor kell. Ha épp nem videójátékozik, akkor újabb zenéket szerez. Gábor csak tátogni tud, de családja már jól megérti. Testvére segítségével mesél a tetoválásáról is, ami egy hirtelen jött ötlet volt. Szimbólumnak a jelentése egy nyíl és a hullámok. A nyíl a céljaink elérésének a képességét szimbolizálja, a hullámok pedig a változatosságot és a folyamatos mozgást. Ugye? Gábor szerint ezt a betegséget nem lehet elfogadni, és nem is akarja. Vannak emlékei a gyerekkoráról, és arról is, amikor még tudott ülni. Ám 15 éves korától, mint mondta, már csak vízszintesen él benne az emlék. Gábor nem vágyik nagy dolgokra. Az utóbbi időben csak egyetlen egy dolgot szokott kérni a születésnapjára, hogy a nagy napon sok ember vegye körül.
A szülők ettől fogva minden egyes születésnapját nagy gonddal szervezik meg, bulit rendeznek, és meghívják az összes barátjukat, segítőket és a család többi tagját is. Gábor másik nagy álma, hogy minél többet láthasson a világból. Szerencsére már erre is volt lehetősége. A családnak akadt ugyanis egy segítője, akinek köszönhetően kimozdulhattak a négy fal közül. Balatonfüreden a kempingbe, egy bungalóba találtunk, tudunk úgy elhelyezkedni, hogy Gábor és Gerda szükségleteit is ki tudjuk elégíteni, és ott iszonyú jól érezzük magunkat, azt várjuk egész évben, és sajnos mindig elmúlik. Erzsék úgy gondolták, számukra a nyaralás képtelenség. Azóta viszont már 7 alkalommal is elutazhattak. A család most már jó barátja, Kövesi Ottó segíti őket már évek óta. Anyagi támogatásának köszönhetően épült meg a tetőtér is, és nyaralhatnak minden évben Balatonfüreden. Jelenleg a család saját autójával és Gábor speciális ágyával utazhatnak, de az elején még ezek nélkül kellett valahogy megoldaniuk a nyaralást. 2007-ben már csináltunk olyat, hogy itt volt a német segítőnk, ismerősünk, és becucoltunk az autóba, és lementünk Füredre, a mólóhoz. És hordággyal húztuk végig a Gábort a mólón, ott körbe, sétáltunk a Tagore sétányon. Kicsit nagy feltűnést keltettünk, de... Jánosék így minden évben ezt a pár napot várják. Ekkor kicsit kikapcsolódhatnak. Főleg Gábor élvezi az utazást. A zajok, a fények és minden más körülötte hatalmas élmény. A család barátja jelenleg külföldön van, de ettől még tartják a kapcsolatot. Ám más segítőjük is van. A szintén külföldön tartózkodó Izolda mama is sokat segített a családnak. A rokonoknak és a civil embereknek a segítsége nélkül nem tudnának boldogulni. Hisz még a jelzálog hitelt is nehezen tudják fizetni, nemhogy a gyógyászati segédeszközöket. Adél férjével együtt egy külföldi utazásban segített a családnak, hogy kijuthassanak Franciaországba. Egyszerűen csak hallották, hogy a faluban szükség lenne egy nagyobb autóra, amibe beférnek Jánosék. Nem gondolkodtak sokat, és azonnal felajánlották a segítségüket. Akinek vannak gyerekei, az azért ezen elgondolkodik, és kicsi kis emberi érzés van benn, hogy átérzi talán az ő helyzetüket, és pont ezért úgy gondolja, hogy segíteni kell nekik, amiben tud. A két szülő arra törekszik, hogy gyerekeiknek minél több élményt tudjanak nyújtani. János például kitalálta, hogyan tudnak mind együtt társasozni. Hogy Gábor is be tudjon csatlakozni, János felszerel egy kamerát a társasjáték fölé, ami megjelenik a monitoron. Így Gábor is látja a lépéseket, és ő is tud játszani. Én gyerek. Ki éve, mikor én? Vagy a Gábor? Én gyerek. Egy ilyen társasjáték parti volt, hogy 12 hétig is eltartott. De persze, játék közben sem maradhatnak ki a poénok. Ilyet kapott a Gábor. Boldogságot az olyan apró dolgok adnak szerintem az életben, amik nem az egész életed változtatják meg, hanem így a mindennapjaid. Boldogság lehet például egy séta. Vagy az, hogyha télen én nem tudok kimenni. Ha tavasszal kimegyek és látom a zöld füvet, az nekem már boldogság. Általában nem a problémákon gondolkodnak, hanem a megoldásokon. Újabb és újabb célokat tűznek ki. A szülők, ahogy mondják, számukra ez nem teher, hisz minden egyes percet élveznek, amit a gyerekeikkel tölthetnek. Hát én arra vagyok a legbüszkébb, hogy még tudnak nevetni, itt vannak köztünk. Én rájuk vagyok büszke. Szerintük Gerdától és Gábortól sok mindent tanulhat az ember.
hogyha kitartunk, akkor esetleg akkor van remény rá, hogy győzünk. Tehát a sok ember hamarabb föladja, már a kezdeti nehézségeknél is föladja, és nem küzd. Ők azt tanítják, hogy ha küzdünk, akkor mindenképp megadjuk az esélyt magunknak arra, hogy győzhetünk. Mind a négyen tisztában vannak vele, hogy Gábor és Gerda állapota bármikor rosszabbra fordulhat. De a szülők szerint az idő mégsem ellenségük. Minden egyes évet győzelemnek fognak fel, és e szerint is élnek. Kevés ilyen ember van, mint a szüleim. Akik így bevállalták, hogy itthon maradnak velünk, nem az a fontos számukra, hogy jó véleménnyel legyen róla a világ, a környezet, vagy karrierjük legyen, vagy ilyesmi, hanem tényleg ők eldöntötték azt, amikor megszülettünk, hogy ők tűzön-vízen keresztül velünk lesznek. Ennek a háznak a lakói csak egy hétköznapi család. Tudják értékelni az apró örömöket. Együtt vannak, jóban, rosszban, és imádnak nevetni. Ők világoség. Na jó, lehet, hogy talán mégse olyan átlagosak. Sőt, az is lehet, hogy egyszerűen páratlanok. Isteni gondviselés. Hilda ezekkel a szavakkal adna magyarázatot arra, amiért ő és a családja megmenekültek egy olyan bajtól, ami az életükbe is kerülhetett volna. A család egy örökletes vesebetegséggel küzd, amely egy ponton mindannyiuknál olyan súlyossá vált, hogy transzplantációra szorultak. Azt pedig, hogy ma mindannyian jól vannak, nem csak az isteni gondviselésnek köszönhetik, hanem a kitartásuknak, a vidám természetüknek és az összetartó családi köteléküknek. Hilda történetével a jövő héten ismerkedhetnek meg. Addig is kövessenek minket a Facebookon, korábbi adásainkat pedig megtekinthetik a hidemberek.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A Híd Építő Zrt. A társadalmi szerepvállalás elkötelezettje.